Idén is megrendezték a vipogója buliát. Sorrendben ez már a 16. volt. A Vajdasági Ifjúsági Fórum idén az Alcatraz diszkót választotta a parti helyszínének. Hosszú sorok várakoztak a bejáratnál. A jegyek elővételi vásárlásának lehetősége nagy sikert aratott a fiatalok körében, így több mint 600 fiatal szórakozhatott együtt a gólyabulin. A gólyabuli szervezése több hónapos készülődést vett igénybe. Már szeptember környékén el kellett kezdeni a tervezést. Hogy érdekelt a fiatalokat, úgyhogy meglátjuk, hogy még hogyan folyik le az este, de igen, mindenképp nagy volt az érdeklődés. Kapjunk jegyet. Sokat kellett várni? Hát körülbelül egy 45 percet. A rendezvényen fellépő Girls Between Maniacs és Oszmidán együttesek mellett DJ Kohajda és DJ Miss KD feleltek a jó hangulatért. A buli 21 órakor kezdődött, és éjszaka 2 óráig tartott.
Fél éve megújult WIFO elnöksége nagy erőfeszítéseket és alapos munkát fektetett a buli szervezésébe. A 16 éves hagyománynak örvendő gólyabuli így nem csak feladat, hanem kötelezettség és kihívás volt a szervezők számára. Először ugye kikörvonalazódtak a legfontosabb elemek, mint hogy hol lesz a buli, illetve hát ez lett volna a legfontosabb, aztán kiderült, hogy hát nem lesz ez olyan egyszerű kérdés. Úgyhogy hát folyamatban, tehát folyamatosan alakultak a dolgok. Tehát, hogy hol lesz a buli, mennyi emberre számítottunk ugye ennek értelmében, milyen akciókat tudunk így ugye közben felvillantani. Persze, hogy ki fognak fellépni, úgyhogy idén egy kicsit újítottunk is, megpróbáltuk a résztvevőket is úgymond bevonni ebbe a döntésbe. Úgyhogy hát így szépen fokozatosan alakultak ki a dolgok. Három, illetve négy fellépünk lesz, két zenekarunk. Az első a Girl Between Maniacs, a második zenekarunk az Oszmidán, illetve két DJ-nk lesz, az egyik DJ Kohajda, a másik pedig Miss Kidi az SFM-ből. Úgy tűnik, hogy idén most vagy akkora népszerűség ennek a bulinak, mint mindenében, csak idén a kevesebb, ugye a szűkösebb hely miatt még többnek tűnik, nem tudom. 650 és 700 ember körül számoltunk. Sajnos ezt nem tudtuk pontosan kiszámolni, hiszen a biztonsági szolgáltatás, az Őrmester Kft-től függ, ugye, aki biztosítja az eseményt, hogy pontosan hány embert tudunk beengedni, de 601-et eladtunk már. Elsősorban, tehát magában a hely már egy újdonság, tehát ez is egy kicsit nagyobb fejtörést okozott nekünk. Valójában a struktúra, azt mondhatnám azt, hogy igyekeztünk tehát elővételben minél több jegyet eladni, ami tavaly még annyira nem volt népszerű ez az elővételes jegy. Idén az összeset, amit el akartunk elővételben adni, ezt eladtuk. Tehát azt mondhatnám, hogy ez az elővételes dolog, ez egy újdonság, hogy jövőre valószínű, hogy már minden jegy elővételbe fog elmenni. És hát együttesek szinterén talán mondhatom azt, hogy mindig is az előttünk álló szervezőbizottság is, meg mi is általában a legnépszerűbb együtteseket szoktuk elhívni itt a Vajdaságban. We'll be right back.
A tánc mellett a tömeg és a jókedv jellemezte a bulit. Minél nagyobb a társaság, a fiatalok szerint a hangulat annál csak jobb lehet. Tökéletes. Tehát ami a zenekarokat illeti, eddig meg vagyok már elégedve. Jól érzem magam, jó a társaság, sok az ismerős. Ez a 15. olyan, ami mindegyik nagyon jó volt. Talán azt tudnám mondani, hogy a zenekarok minősége, tehát meg híressége nagyon fontos, valamint a DJ-k is szerintem elég nevesek, és ezek általában vonzák az embereket. Valamint az, hogy vifogója buli, ami már idén 16. alkalommal kerül megszervezésre, ezért ez is vonz az embereket, mivel tudják, hogy ez a buli minden évben jó szokott lenni. Mi próbáltunk kedvezni a gólyáknak azzal, hogy tehát az elővételes jegyek 300 dináron meg tudták vásárolni, a többiek pedig 400 dináros áron. Valamint volt ez a 4+1-es akciónk, tehát hogyha öten összefogtak, akkor ők 4 jegyet fizettek, és az ötödik ingyen jegyes volt. A gólyáknak azzal, tehát a gólyáknak nem kellett ezt az 4+1-es jegyes dolgot, tehát összegyűjteni magukat, mivel ugye gólyák is, és lehet, hogy nem ismernek annyi embert, hogy ezt össze tudják szenni, ezért ő nekik 300 dináros áron volt elővételben, és a helyszínen is, ahol 300 dináros áron meg tudták vásárolni a jegyeket az Index fénymásolatukkal, a többiek pedig 400 dináros áron tudták helyszínen. Alkoholból is elég sok fogyott. Szerintem mindenki részeg lesz elég. Volt, aki még a bulin sem volt hajlandó alkoholt inni, és olyan is, aki egy picit talán túlzásba vitte. Yeah.
A WIFO a jövőben is folytatja megszokott aktivitásait. A holt téli szezon sem állja útját a csapat akcióinak és kreativitásainak. Tárvünk is van, meg a következő esemény az a Save the Kids, amelyben ugye a WIFO ilyen társszervezői szerepet vállal, mint már az elmúlt években is így, ahogy volt. Ebben az évben is mi elsősorban ugye, ez egy ugye, mint tudjuk, egy humanitárius jótékonysági akció, melyben a WIFO-nak elsősorban az a szerepe, hogy az ajándékgyűjtést bonyolítsa le. Úgyhogy ez lesz a januárban folyó eseményünk, amely szintén egy nagy szervezést igényel, és aztán pedig tavasszal lesznek ilyen-olyan kisebb képzéseink, ifjúsági akcióink, majd pedig gondolom, hogy tavasszal újra elkezdődik a Szabad Egyetem komoly szervezése, úgyhogy folyamatosan vannak aktivitásaink. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt.